Egyéves közmunkaprogram. Átlagosan 1720 közfoglalkoztatottnak adhat munkát idén márciustól jövő év február végéig a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság. Megjelentek a motorosok. Tavaly összesen 16.628 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt hazánkban. Ezeknek alig pár százalékát okozták motorosok, mindössze 639 esetben. Egyre több a gerincbeteg. A felnőtt lakosság 80%-ának van valamilyen gerinc problémája. Ez civilizációs ártalmakra vezethető vissza. Átlagosan 1720 közfoglalkoztatottnak adhat munkát idén márciustól jövő év február végéig a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A dolgozók az árvízi, belvízi védművek karbantartásában segítkeznek, kaszálást és cserjeírtást végeznek, 10%-uk pedig képzésen is részt vesz. A márciusi jeges árvíz által partra vetett szemetet és hordalékot takarítják a Tisza partjáról a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közfoglalkoztatottai Fényeslétke térségében. A vízügyi igazgatóság erre a feladatra a program keretében egy mintaprojektet hozott létre, amiben 15 közfoglalkoztatott vehet részt. A jeges árvíz sok-sok hulladékot hozott, erdőket, tarort és kommunális szemetet is hozott. Fényeslétke térségében ez koncentráltan jelenik, a folyó kanyargósága folytán itt nagyon sok szemét rakódott ki, és erre egy mintaprojektet szervezhettünk. Viszonylag kis létszámmal, de itt koncentrált tevékenység folyik, összegyűjtik a szemetet, amit beszállítanak, ártalmatlanítanak. Ez egy 4 hónapos projekt, akik ebben részt vesznek, utána bekapcsolódhatnak az országos programunkba. Az igazgatóságnál március 1-én kezdődött el az idei közfoglalkoztatási program, amely úgy, mint a korábbi időszakban, egy évig tart. Tulajdonképpen a tevékenységünk is a szokásos, hiszen itt visszatérő munkák vannak, árvízi, belvízi műveknek a karbantartása, kaszálás, cserjeírtás, műtárgyak karbantartása. Ebben az évben valamelyest csökkent a létszám a korábbiakhoz képest, megmutatkozik, hogy kevesebb az álláskereső. Most 1720 fő átlag létszámra kaptunk lehetőséget, mai napon 1771-en dolgoznak. Képzés is része a programnak, ebben az évben a közfoglalkoztatottak 10%-a tanulhat. Elsősorban a vízügyhöz kapcsolódó munkakörökben képzik a dolgozókat, de sok olyan képzés van, amelyek más ágazatban is hasznosíthatóak. Tavaly összesen 16.628 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt hazánkban. Ezeknek alig pár százalékát okozták motorosok, mindössze 639 esetben. A jó időben egyre több motoros közlekedik az utakon. Az autósoknak a tavaszi-nyári időszakban még körültekintőbben kell vezetniük. Tavaly halálos kimenetelű balesetet 29 motoros okozott. A jó idő beköszöntével ugrásszerűen nő a motorosok száma az utakon. A főútvonalakon főleg akkor veszélyes a közlekedésük, ha a megengedett sebességnél lényegesen többel mennek. Itt a 38-as főútvonalon is jellemzően több motorossal találkozhatnak az autósok, sokan választják ugyanis például Tokajt úti céljuknak. A gépjárművezetők nem minden esetben tudnak időben reagálni a hirtelen megjelenő motorkerékpárosokra. A legtöbb baleset akkor történik, amikor kanyarodni vagy előzni próbálnak. Azzal is számoljanak, hogyha kanyarodnak a gépkocsival közlekedők, főleg balra nagyibe, többször nézzenek be a visszapillantó tükörbe. Az egy szándék, hogyha valaki kiteszi az irányjelzőt, de kanyarodás előtt győződjenek meg arról, hogy őket már nem előzi például egy motorkerékpáros. Ebben az évben már volt ilyen jellegű baleset a megye területén, mikor a gépkocsivezető azt mondta, hogy ő egyáltalán nem látta a motorkerékpárost. Persze holtérben volt, valóban így történt a főútvonalon lévő baleset, és megkezdte a kanyarodást, akkor ért oda a motoros, és már borult is. Legtöbb esetben egyenes útszakaszon történnek a motoros balesetek, ezután a második leggyakoribb a kereszteződésekben bekövetkező ütközés, és csak a harmadik helyen van a legtöbbnek vélt kanyar balesetek száma. Fontos azt is tudni, ha utast szállít a motoros, az esetek nagy részében először a pluszfő sérül meg. Ha a balesetet elkerülni már nem tudják, a sérülések súlyosságát a megfelelő védőruha nagy mértékben enyhítheti.
Az elmúlt két évben stagnált a motorkerékpárvezetők által okozott balesetek száma hazánkban, derül ki a KSH adataiból. Amíg 2015-ben a személyi sérüléssel járó balesetek 3,9%-át, addig 2016-ban a 3,8%-át okozták motorosok. 2016-ban összesen 16.628, 2015-ben pedig 16.331 sérüléssel járó baleset történt az országban. Az összes baleseten belül a motorkerékpárvezető 2016-ban 639, 2015-ben 638 balesetet okoztak. 2016-ban 27, 2015-ben 29 olyan halálos kimenetelű baleset történt hazánkban, amelyet motorkerékpárosok okoztak. Éves összehasonlításban ez 3,4%-os csökkenést jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 978 személyi sérüléses baleset történt tavaly, ez 6%-kal haladta meg a 2015. évi adatokat. A KSH adataiból az is kiderül, amíg 2015-ben 24, addig egy évvel később 25 esetben volt motoros a baleset okozója. Ezekből mindkét évben egy-egy volt halálos kimenetelű. A felnőtt lakosság 80%-ának van valamilyen gerinc problémája. Ez civilizációs ártalmakra vezethető vissza, mondta el kérdésünkre Biharinné Kratz Erika, gyógytornász. A hátfájás már egyre gyakrabban jelentkezik a fiatalok körében is. Ez főleg a fizikai aktivitás hiánya és az elhízás miatt lehet. A szakember hozzátette, a rendszeres testmozgás csökkenti a degenerációs betegségek kialakulását és javítja a testtartást is. Gyógytornás segít a gerinc problémákkal küzdőknek. Biharinné Kratz Erika szerint a rendszeres mozgás már heti két alkalommal is enyhíti a hátfájásos panaszokat. A felnőtt lakosság 80%-át érinti a gerinc valamilyen betegsége, de a fiatalok körében is egyre gyakoribb. Egy japán kutatás szerint az elhízott fiatal felnőttek körében 14-szer gyakoribb a hátfájás és a gerincet érintő betegségek kialakulásának az esélye, de nem csak ennek köszönhető a gyakorisága. Nagyon sok a fiatal, derékfájós beteg, és ez mind a civilizációs ártalmakra vezethető vissza. Ugye egész nap ülnek a padban, az autóban, otthon is ülnek a számítógép előtt, a tévé előtt, tehát nagyon minimálisra lecsökken a fizikai aktivitás, és ezáltal a hátizmok megnyúlnak, a hasizmok elengednek, semmilyen tartása nincsen a törzsnek, és a porckorongokat teljes 140-150%-kal nyomódik hátrafelé. Tehát egy fiatal felnőttnek is, hiába fiatal, ugyanolyan sérülékeny a háta. A hátfájásból akár gerincsérv is kialakulhat. Ez a porckorong kopását jelenti, ez okozza azokat a fájdalmas, kellemetlen tüneteket, amely ezt a degeneratív betegséget jellemzi. A porckorong belső puha része elcsúszik és nyomja az idegeket. Az úszás és a különböző tornák csökkentik a fájdalmat és a degenerációt, valamint javítják a mozgást és a testtartást is. Az időbeni felismeréssel, tehát hogy nem elkendőzzük a problémát, hanem minél hamarabb megpróbáljuk szakemberhez terelni azt az embert, beteget, és minél hamarabb az aktivitást ki kell alakítani. Tehát nem feltétlenül a futásra gondolok, de már hogyha valaki csak az úszást beépíti a mindennapjaiba, akkor rengeteget javított az egészsége és a gerince állapotán. Azoknak, akiknek már volt valamilyen műtéti beavatkozás a gerincbetegség miatt, nekik kiemelten javasolt a gyógytorna vagy a testmozgás heti legalább két alkalommal. A fokozatosság miatt azonban fontos a szakember segítsége. A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Az ünnepkör üzenetéről a folytatásban láthatnak egy összeállítást. Előtte nézzük a híradó további témáit. A magyar férfi válogatott csapatvezetőjeként tér vissza a sportágba a korábbi világklasszis röplabdázó Veres Péter. A nyíregyházi sportember az argentin szövetségi kapitány munkáját segíti a májusi világbajnoki selejtezőre és a júniusi Európa Liga mérkőzésekre készülő nemzeti csapatnál. Kupa döntőt játszik szerdán Budapesten a Baktalóránt háza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban szereplő együttes az amatőr kupa döntőjében a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban játszó Ménfőcsanok ellen lép pályára. Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül.
Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. Ezt Szabó Tamás görögkatolikus pap nyilatkozta televíziónknak. A parókus szerint Isten szeretete, Krisztus föltámadása tovább erősíti az embereket, templomi közösségeket. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, előkészülete a nagy böjt, amely önmegtartóztatásra tanít, maga a feltámadás ünnepe pedig a kereszténylét erősítésére sarkal, és a megújulást hozza el. Én azt hiszem, hogy a húsvét mindig a tavasznak az üzenetét hordozza, ahogyan a rügyező fák is, többek között itt hátam mögött is, mindig az életet, az élet megújulását, az élet újrakezdését mutatja. Mi húsvétkor keresztények szintén ezt ünnepeljük, hogy az Isten az életre mond igent, az élet teljességére, az újrakezdés lehetőségére. Egy kicsit bíztatva minket is arra, hogy merjünk megújulni, merjünk valami újat hozni. Ebben nyújt segítséget a húsvét ikonja is, véli a parókus. Krisztus megragadja Ádámnak a kezét, és szinte kihúzza, és jelzi azt, hogy az élet jóval több, mint egyfajta biológiai valóság, és ennek a gazdagságát és teljességét éljük meg mindannyian. Ilyenkor meg is újulunk, valljuk be őszintén, hiszen a hölgyek a nagy takarítással, egy kicsit az életünk helyrehozásával, rendezésével, katolikusok gyónással készülnek erre az ünnepre, hogy megújítsuk a kapcsolatainkat, a rendszerünket, önmagunkkal, Istennel, embertársainkkal, és ebben az élet újságában újult erővel tudjuk a mindennapos terheket vinni és a feladatainkat végezni. Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. Az ünnep Krisztus föltámadása és Isten szeretete azt erősíti a templomi közösségekben, hogy az ember túlmutat a biológiai valóságon. A húsvéti hagyományokat a templomokban tartják a hívek, míg mindig sokan viszik az ételeket szentelésre, hogy az ne csak a testet, hanem a lelket is táplálja. Hamarosan valamennyi vonuló madár visszatér hazánkba. Az itt költöző madarak közül a csilp-csalp fűzikék, a vörösbegyek és a barátposzáták többsége is megérkezett már. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa Nagy Károly televíziónknak elmondta, a hosszú távú vonulók, például a gólyák és a vadgerlék a napokban folyamatosan érkeznek. A róluk készült feljegyzéseket bárki elérheti az Egyesület honlapján. Ezek a felvételek 2015-ben készültek, a gólyák a bodrog mellett a frissen aratott ártéri területeken kerestek élelmet. Tavaly nyáron alig-alig láthattunk térségünkben gólyákat, Nyírtéten ezt az egy üres fészket találtuk augusztusban, Ófehértón pedig több kör alakú magasító is várta a fekete-fehér madarakat, ám úgy tűnt hiába. A héten pedig ezeket a hosszú távú vonuló madarakat láttuk Nyírmeggyesen, ők már hazatértek a vonulásból. A hosszú távú vonuló madárfajok, amelyek a Szaharától délre telelnek, azok még most érkeznek. A napokban, ma hetekben várjuk, hogy a vadgerlék, a fülemülék és a sárgarígók is megérkezzenek, illetve egészen májusig elhúzódik ez a madárvonulás. A legkésőbbi érkezők a gyúrgyalagok például, amelyek csak május elején érkeznek, a megyékben szintén sokan költenek. Figyelő és kutatócsoportok feljegyzései alapján készül a Madáratlasz című adatbázis, az országos térkép segítségével állományfelmérések, tanulmányok is készülhetnek. Több mint 1000 ember vesz részt ebben a munkában országszerte, akik hétről hétre járják a vidéket és gyűjtik a előforduló madárfajoknak a fajlistáit, bizonyos fajokat meg is számolnak, és ezt lehetőség szerint még aznap, vagy azon a héten fel is töltik ebbe az adatbázisba, ezért úgymond napról napra tudjuk követni, hogy hogyan érkeznek meg például a vonuló madaraink, vagy össze hogyan távoznak. Ez pedig már a Madárhatározó nevű applikáció, ennek használója, ha lát egy madarat, jelezheti a rendszerben, térképen jelölheti be, hogy pontosan hol vette észre az adott fajt, és megjegyzést is fűzhet hozzá, a madár megfigyelt viselkedéséről is rögzíthet információkat, de az applikáció oktató jellegű is, hiszen hasznos információkat tartalmaz a különböző fajokról. A magyar férfi válogatott csapatvezetőjeként tér vissza a sportágba a korábbi világklasszis röplabdázó Veres Péter. A nyíregyházi sportember az argentin szövetségi kapitány Juan Manuel Barrial munkáját segíti a májusi világbajnoki selejtezőre és a júniusi Európa Liga mérkőzésekre készülő nemzeti csapatnál.
Három héttel ezelőtt még a nyíregyházi NB2-es GLPS-e csapatánál tréningezett az élvonalbeli röplabdával másfél évvel ezelőtt szakító Veres Péter, aki három másodosztályú meccs erejéig a pályára is visszatért. Azóta eldőlt, hogy az Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is légióskodó korábbi világklasszis játékos a magyar férfi válogatott mellett dolgozik majd a jövőben. A hivatalos megnevezés a csapatvezető, de több területen is segíti majd az argentin szövetségi kapitány Juan Manuel Barrial munkáját. Engem annak idején megkeresett az edző, hogy szeretné, hogyha edzésen segítenék neki, mint edzőként, tolmácsolásban, a játékosokkal külön foglalkozni. Gondolom ezáltal a szövetség kapott az alkalmat, és csapat mellé úgy is kell egy vezető, tehát nekem a hivatalos titulusom az egy csapatvezető. Veres Péter 108 alkalommal szerepelt a válogatottban, amellyel azonban kiugró sikert nem tudott elérni. A nemzeti együttes legutóbb 15 évvel ezelőtt jutott ki az Európa-bajnokságra. Minden sportolónak az, hogy felhúzza a címeres mezt, az eleve egy nagy sikerélmény, kiváltságot jelent. Sajnos nekem nem sikerült ezt pozitív irányba, úgy értem, hogy eredményt elérni. Nem tudom, most ezzel a lehetőséggel mindenképp élek. Megpróbálok, ami tőlem telhetőt segíteni, úgy edzésen, mint pályán kívül. Úgy gondolom, hogy még ennek a válogatottnak még nincsen meg a nagy esélye, hogy szép eredményeket elérjen, de ha szépen felépítjük, egy új stáb van most a válogatott körül, akkor egy pár év munka után szerintem megérhet a gyümölcs. A magyar válogatott április végétől Dunói városban edzőtáborozik, majd május végén Észtországban játszik világbajnoki selejtezőt. Júniusban Nyíregyházára teszi a székhelyét a csapat, ahol egy Európa Liga tornán is részt vesz majd Juan Manuel Barrial együttese. Kupa döntőt játszik szerdán Budapesten a Baktaló Rendháza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei első osztályban szereplő együttes az amatőr kupa döntőjében a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban játszó Minfőcsanak ellen lép pályára. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Hidegkúti stadionban. Az amatőr kupa döntőjének labdájával ismerkednek az edzésen a Baktaló Rendházi játékosok, az MLS ugyanis 10-10 labdát ajándékozott a két részvevő csapatnak. A baktaiak a Magyar Kupa megyei selejtezőjéből a Sényűt, a Tarpát és az Ibránt legyőző jutottak az országos főtáblára. Ott a Cigánd ellen 4-4-et, a Gyula ellen 1-1-et követően 11-esekkel jutott tovább Illés László együttese, amelynek az NB2-es Szolnok elleni 2-1-es vereség jelentette a végállomást. A Baktaló Rendháza viszont a legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapatok egyikeként ott lehet az amatőr kupa döntőjében, ahol a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban jelenleg harmadik helyen álló Minfőcsanak lesz az ellenfele. Nagyon beképzetlennék, azt mondom, hogy tenyeremben van az ellenfél, hogy átozzék, de azért felkészültünk, megpróbáltunk felkészülni belőle. Az az igazság, hogy meg akarjuk nyerni mindenféleképpen az amatőr kupát, és ezért áldoztunk is. Többek között elmentünk Győrbe, és megnéztük az egyik mérkőzésüket. Az alapján, a mérkőzés alapján, illetve 2-3 emberrel beszéltem, akik a Győri megye egyben vannak, az alapján nagyjából felkészültünk belőle. Rettentően nehéz mérkőzés előtt állunk, mert egy fiatal játékosokból álló csapat, akik a győri keretből kimaradnak, azokat ide adják le. Ügyesek, gyorsak, erősek, 2-3 rutinos emberrel a tengelybe még kiegészítve, úgyhogy nagyon nehéz feladatunk lesz. Az amatőr kupa elődje már ott van a Baktaló Rendháza VS-e vitrínjében. A Szabadföld kupát 25 évvel ezelőtt Békés Csabán nyerte meg az egyesület akkori csapata. Félelmetes csapatunk volt, Dovin, Marics, Kapin, Sós, Barnusz, Virtás, Tóth Bandi, tehát szédületesen jó csapat volt. Kivertük a Diós Győrt, a Miskolci Vasutat, a debreceni MT-t kivertük, tehát nagyon jó csapatunk volt, úgy jutottunk el Békés Csabára, és hogy milyen nagy rendező a sors, az Ibrány csapatával kellett játszanunk a Szabadföld kupa döntőt, amelyet mi nyertünk meg egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, 4-3 arányban. A Baktaló Rendháziak legrutinosabb játékosa, Kozma József számára nem lesz ismeretlen a döntőnek otthont adó MTK pálya, mivel 17 évesen a fővárosi klub színeiben mutatkozott be az élvonalban. A középpályás kupagyőztesként szeretne hazatérni Budapestről. A kupa az teljesen más, ugye általában csak egy meccses szokott lenni, az általában a hazai csapatnak, az alacsonyabb osztályúnak szokott kedvezni. Igen, nekünk általában jól sülnek el a kupa meccseink, vagyis tavaly jól sültek el, ez ennek a hozadéka, úgyhogy szeretnénk már az íre feltenni a pontot.
Az amatőrkupa döntője szerdán 18 órakor kezdődik a Hidegkuti stadionban. A győztes 2 millió forinttal, a vesztes pedig 1 millió forinttal gazdagodik. Baktalórendházáról több szurkolói busz is indul, valamint a település hazai és határon túli testvérvárosaiból is érkeznek drukkerek a mérkőzésre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Átlagosan 1720 közfoglalkoztatottnak adhat munkát idén márciustól jövő év február végéig a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A dolgozók az árvízi belvízi védművek karbantartásában segítkeznek, kaszálást és cserjeírtást végeznek, 10%-uk pedig képzésen is részt vesz. Tavaly összesen 16.628 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt hazánkban. Ezeknek alig pár százalékát okozták motorosok, mindössze 639 esetben. A jó időben egyre több motoros közlekedik az utakon, az autósoknak a tavaszi-nyári időszakban még körültekintőbben kell vezetniük. A felnőtt lakosság 80%-ának van valamilyen gerinc problémája. Ez civilizációs ártalmakra vezethető vissza, mondta el kérdésünkre Biharinék Krac Erika gyógytornász. A hátfájás már egyre gyakrabban jelentkezik a fiatalok körében is. Ez főleg a fizikai aktivitás hiánya és az elhízás miatt lehet. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 17-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!